az arcon pillangó alakú piros, ilyen égő piros folt látható. Egyre több a lepkehimlős óvodás, iskolás, ám a vírusfertőzés általában nem jár súlyos tünetekkel, mondta el híradónknak Gruiz Andrea, házi gyermekorvos, aki azt mondja, szinte kikerülhetetlen a közösségbe járó gyerekek körében, hogy átessenek a betegségen. Nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan kiütése lesz, de ez a jellegzetes kiütés, ami az arcon a leglátványosabb, és amiről a magyar, szép magyar nevét is kapta, hogy pillangó alakú foltok jelentkeznek. Ezek elég erős, intenzív piros foltok. Lehetne hasonlítani, ma már ritkán látjuk, de régebben sokszor volt ilyen, hogy lázrózsa például, de az angol száz irodalomban a megpofozott archoz hasonlít. Emellett testszerte viszkető kiütések jelentkeznek, és cseppfertőzéssel terjed, de magától gyógyul. A házi orvos szerint különösebb teendő nincs vele. Azonban ami nehezíti az ellene való védekezést, az az, hogy a betegség általában már a tünetek jelentkezése előtt fertőz. A lappangási időben terjed, amikor még nem látszik a gyerekeken semmi, tehát vígan járnak iskolába, meg óvodába, tehát nem tudjuk tulajdonképpen megelőzni se, mert amikor már a kiütés megjelenik, akkor már nem fertőz. Tehát nyugodtan mehetnek iskolába, óvodába. Nem kell otthon maradni. Jó hír viszont az, hogy ezt a fertőzést csak egyszer szokták elkapni a gyerekek, ha ez bekövetkezik, akkor egy életre szóló védettség alakul ki ellene. A betegség súlyosabb lefolyása nagyon ritka, de várandós kismamáknak ajánlott kerülniük a lepkehimlős gyermekeket.